Az ősz beköszöntével kezdetét vette a szüreti időszak és a borkészítés. A mustgáz a must erjedése során keletkező szén-dioxid, ami színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt kiszorítva a padlótól tölti fel a helyiséget. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Oxigénhiányos állapotba kerülhet az, aki nem körültekintően jár el a szüret utáni időszakban, vagyis eszméletvesztéssel, álmossággal vagy fullalásos halállal is járhat egy ilyen baleset. Egyébként a katasztrófavédelem arra hívná fel a figyelmet, hogy a pincetulajdonosok gyakrabban szellőztessenek, illetve ha bekövetkezik egy baleset, akkor a mentőszemély mindenképpen egy izolációs készülékkel, egy levegőtől független zárt légzőkészülékben kezdje meg a mentést, illetve értesítse a 105-ös telefonszámot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente körülbelül egy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgázmérgezés miatt, és nem múlik el év úgy, hogy valaki ne veszítené el az életét a felszabaduló szén-dioxid okozta balesetben. Ezek annak ellenére fordulnak elő, hogy a termelők tudják, a must erjedése a borrá válás első hetében a legveszélyesebb, és ilyenkor érdemes körültekintően látogatni a pincéket. Minden alkos erjedésnél szén-dioxid gáz keletkezik, ez akkor van probléma, hogyha már a friss mustot levisszük a pincébe és pincébe erjesztjük, annyi udvaron erjesztjük, a szén-dioxid eltűnik a levegőben. A pincébe levitt mustból kijövő szén-dioxid a pince alján gyűlik össze, mint tudjuk, a szén-dioxid gáz nehezebb a levegőnél, mivel a pincébe szél nincsen, ezért szépen a pince alján található. Ezt legegyszerűbben úgy lehet észlelni, hogy leviszünk egy gyufát, vagy inkább egy gyertyát, és szépen amilyen magasan van szén-dioxid, azt ki lehet mérni. Ha a pincében a szén-dioxid koncentráció eléri a 10%-ot, már eszméletvesztést, később pedig fulladásos halált okozhat. A gyertyaláng ezzel szemben csak 14%-os mustgáz koncentrációnál alszik ki. Ezért az égő gyertyát egy rúdhoz rögzítve derékmagasság alatt érdemes tartani. Ha a gyertyalángja kialszik, nincs elegendő oxigén a helyiségben, így azonnal el kell hagyni a pincét, mert életveszélyes ott tartózkodni.